Ne legyél áldozat címmel indult előadás és programsorozat Gödöllőn. A Család, Gyermek, Ifjúság kiemelkedően közhasznú egyesület jóvoltából uniós források révén a TÁMOP, vagyis a Társadalmi Felzárkozás operatív képzéseinek egyik projektjeként. A térítésmentes képzésekre várják a gödöllői kistérségben élőket. A cél, hogy erősítsék a társadalmi kohéziót, megelőzzék az áldozattá válást, segítsék az áldozatoknak feldolgozni a traumát. Az október 16-án indult előadássorozat első témája a gyermekbántalmazás volt. A program sorozat alatt, hogyha az előadás sorozatot érti, akkor annak az a célja, hogy olyan információkat adjunk az itt élőknek, ami reményeink szerint érdekli az itt lakókat, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megelőzni az áldozattá válást, és mi egyébként erre helyezzük a nagyobb hangsúlyt. A bűncselekményt elkövetőkkel mi nem igazán szeretnénk foglalkozni, ez egy büntetőjogi kategória. Azt gondoljuk, hogyha az itt élőknek információi vannak arról, például most az aktuális előadásra gondolok, hogy előzzük meg a gyerekbántalmazást, hogy milyen lehetőségei van annak, hogy és mire kell figyelni akkor, hogyha szeretjük is a gyerekünket, de a játék, vagy a figyelmetlenség, vagy az információ hiány miatt úgy játszunk a gyerekkel, hogy baleset éri, hogy ezt elkerüljük. A másik véglet természetesen az, hogy vannak olyan szülők, akik különféle okok miatt, érthető és kevésbé indokolt okok miatt türelmetlenek, nem igazán tudnak a gyerekükkel bánni, azok számára pedig abból a szempontból lehet informatív ez a mai előadás, hogy a gyerek hogy megtudják azt, hogy a gyerekbántalmazás az mit jelent, és milyen következményei vannak akár fizikailag, akár lelkileg a gyerekekre, és hogy ezt miért praktikus elkerülni, nem csak a gyerek szempontjából, bár ez a legfontosabb, hogy a gyerek ne sérüljön, hanem az ő és a gyerek kapcsolata, és egyáltalán a szélesebb közösség szempontjából is. Dr. Kassai Tamás gyermektraumatológus, a Baleseti Központ osztályvezető főorvosa előadásában a gyermek csecsemőbántalmazás súlyos következményeire hívta fel a figyelmet. Amikor eljön velem ez az aranyos gyerek, mindig megbeszélem vele, hogy maradjon szépen csendben, és úgy viselkedjen itt, ameddig én beszélek. De hát marad csendben. De hát próbálom, hogy csendben maradjon, de nem marad csendben. És hát akkor egy picit marad csendben. Amikor még egy picit megráztam titokban, és nem vették észre, akkor már bevérzett hátul a feje, de most már nem bírom tovább. Maradj csendben! Ennyi kell. És ekkor már bevérzik a koponyám belül a hídvén a szakadások miatt az agya. Megpróbálom a mese nélkül megtenni, de a legutolsó éppen utoljára shaked baby, tehát megrázott gyerek, az egy PhD disszertációt író kollégánk okozta, mert le kellett adni már a cikket, nagyon muszáj volt, és nem tudott mit csinálni, megrázta. Picit. Ő még akkor rázta meg, amikor maradj csendben! Amikor még nem halt meg a gyerek, amikor csak kicsit eszméletlené vált, változott a tudata, és behozta hozzánk. És utána megcsináltuk róla az MR vizsgálatot, igazolta a koponyán belüli vérzést. Ő tudta, hogy bántalmazó, és tudta, hogy segítséghez kezd fordulni. Csak amikor otthon volt bajban egyedül a határidős feladatával és a kicsi gyerekkel, akkor ebben nem kapott segítséget. Nem lehet ma Magyarországon felhívni valakit, hogy ne haragudjanak, nagyon fontos dolgom van, tudnának vigyázni a gyerekemre? Gondolja végig mindenki a saját történetét, hogy amikor beteg volt, el kellett menni a másik gyerekkel, valami feladat volt, akkor mit tudott kezdeni avval a gyerekével, akivel éppen nem kellett volna semmit lépni. Vagy működik a család, apukám, anyukám, testvérem, nagynéni, nagybácsi, barátnő segít, de semmiféle állami lehetőség nincsen arra, hogy vigyázzanak. Én számtalanszor találkozom olyan gyerekekkel, akiknek balesetben sérül a családja, esetleg az a gyerek az nem sérül meg, és akkor nagy gondunk van, hogy mi legyen ezzel a gyerekkel. A mentőautónál nagyon egyszerű, mit csinálok, beteszem a kocsiba, és elviszem vele együtt. De beviszem egy kórházba, pedig nincsen rá kórházi kezelése szüksége, és akkor van egy alternatív lehetőség, hogy mehet a csecsemő otthonba, meg a gyerek otthonba.
nem tudom, ki mennyire volt utoljára, én a Mettiben voltam nem olyan régen, vagy ki volt utoljára mondjuk az Alföldi utcában, hát már inkább maradjon a gyerekosztályon nálunk, tehát annál még ez is jobb. Tehát amikor az ember bajba kerül, és nem ismerik el a tevékenységét, hogy ez egy ilyen nehéz dolog, akkor egy ilyentől ez már elég ahhoz, hogy bevérezzen. Nem kell egy hihetetlen nagy dolgot csinálni ahhoz, hogy a Shaked Baby létrejöjjön. Még egyszer kérlek, hogy mutasd meg, és utána még egyet ügyeskedünk. Amikor az apuka ezt játsza, mert hogy ezek itt mennek. És amikor elkapja, akkor is lehet egy olyan pont, amikor elkezd vérezni, és hátul elkezd villogni a feje. Na hopp, na most működött. Hány ilyen kép van, amikor azt látjuk, hogy játszunk a gyerekkel. Hopp, én nekem megy. És akkor ezek működnek. Dr. Herzog Mária szociológus, egyetemi docens, a Család, Gyermek, Ifjúság kiemelkedően közhasznú egyesület elnöke előadásában a célzott segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozta a gyermekbántalmazásos esetekben. Ilyen esetekben az szokott a probléma lenni, hogy a szülő tagadja vagy megpróbálja hárítani a segítségnyújtást, és nem akar elfogadni segítséget. A családon belül erőszakkal foglalkozó szakemberekkel ugye állandó vita folyik arról, hogy vajon például, hogy a két felnőtt ember között valósul meg erőszak, partner erőszak például, akkor van-e joga a külső segítő szervezeteknek vagy hatóságoknak beavatkozni ebben, vagy ez két felnőtt ember dolga, és bármennyire is sajnáljuk azt, aki ebben benne van, ha ő úgy dönt, hogy ő nem kér védelmet vagy segítséget, akkor neki nem lehet segíteni. Ezt a vitát nem szeretném most eldönteni, csak azt szeretném jelezni, hogy amennyiben gyerek érdekelt ebben, akár a partner kapcsolati erőszakban, akár gyerek elleni bántalmazásban, ott nincs mérlegelés. Tehát a gyereket meg kell védenünk a bántalmazás, elhanyagolás és az erőszak minden formájától. De az, hogy mit teszünk ebben az ügyben, az egyáltalán nem mindegy, hiszen a beavatkozások lehetnek jó beavatkozások, és lehetnek rossz beavatkozások. Nem egyszer egyébként a nem beavatkozás is beavatkozás, hiszen azzal tulajdonképpen legitimáljuk és elfogadjuk az erőszak létét. Tehát az a szakember, aki félrenéz, és úgy gondolja, hogy neki nincs köze ahhoz, hogy a gyerek kék foltokkal érkezik, vagy váratlanul elkezd bepisilni egy olyan gyerek, aki egyébként szobatiszta volt, vagy láthatóan nagyon rossz kedvű, vagy fél, amikor meg akarja valaki simogatni a fejét, akkor elrántja, ugye? És úgy gondolja, hogy miközben neki ez, ő nem fog magán kellemetlenségeket okozni, mert az apuka nem akarta elismerni, hogy otthon valami probléma van, az maga is bántalmazza ezt a gyereket, hiszen azt erősíti, hogy az rendben van, hogy ez a gyerek küszködik és szenved, és ő szakemberként nem felelős a gyereknek a jól létéért. Ugyanakkor a rossz beavatkozások körébe tartozik az is, amikor a hatóság úgy ítéli meg, hogy ő kívülről megfelelő információk is ismertek hiányában, és biztonsággal tud arról dönteni, hogy mit kell tenni. Kiposztoltam a Facebookra néhány nappal ezelőtt, és kommentáltam is remek vitát generálva szerencsére. Egy hírt, ami arról szólt, hogy egy értelmiségi házaspár két fiatal úgy döntött az egyetem alatt, hogy ők kivonulnak a társadalomból, és valami ilyen önfenntartó öko életet fognak élni, aminek része volt, hogy a gyerekek persze nem jártak oviba iskolába, meg nem voltak beoltva, nem úgy gondolták, hogy majd ők tanítják őket, és volt egy nagyon hát mesebeli elképzelésük egy ilyen autark életről, ami hát nem sikerült, mert hogy nyilván ezt nem egyszerű megvalósítani. De a dolog egyik következménye az volt ugyan, hogy ők belátták, hogy ez nem fog menni, de addigra már a nagyszülőkhöz került a két, akkor már nagyobbacska gyerek, és a nagyszülők a hatóság segítségével megakadályozzák, hogy ez a két felnőtt ember, aki azóta munkát talált, visszaköltözött valami városba, született egy harmadik gyerekük, és feladták ezt a tervüket, egyszerűen megakadályozzák, hogy találkozzanak a gyerekeikkel, és a nagyszülőknek ebben segít a hatóság. Ez nem egy olyan beavatkozás, ami a gyerekek érdekét szolgálja. Lehet, hogy a szülőknek további segítségre van szükségük. Lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek fel kell dolgozni velük történteket, de az biztos, hogyha eltiltják őket a szüleiktől, és a nagyszülőknek segédkezet adnak ahhoz, hogy lezárják a szülők elől a gyerekekkel való kapcsolattartást, az senkinek nem fog segíteni. Egyszerűnek tűnik, mert nem kell vele dolgozni, nem kell szolgáltatásokat nyújtani, de meg nem fogja oldani a problémát. Az előadássorozat több fontos témakörrel is foglalkozik majd.
Igyekszünk nem elrettenteni az itt lakókat, hanem egy kicsit kedvet csinálni ahhoz, hogy együtt tudjanak itt működni, hogy jó hangulatban, egymást segítve, egymásra odafigyelve normális lakóközösségek ne csak alakuljanak, hanem a meglévők továbbfejlődjenek. Úgyhogy, és hát igyekszünk olyan problémákra is reflektálni, amik talán a Kelleténél, a mi véleményünk szerint a Kelleténél nagyobb figyelmet kapnak a médiában, ilyen például az iskolai konfliktusok, a gyerekek egymás közötti, tanárok, szülők, tanárok, gyerekek közötti konfliktusok. Ezeknek a megoldásában próbálunk segítséget nyújtani. Tehát mi abban bízunk, hogy azok az ismeretterjesztő előadások, amelyeken kérdéseket is lehet feltenni, és remélhetőleg a szakemberek kielégítő válaszokat tudnak rá adni, hozzásegítik ahhoz az embereket, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb együttélés legyen a része mindenkinek, aki itt is lakik. Ugye mi most csak azért beszélünk erről a térségről, mert a projekt megvalósítás az itt történik a mi esetünkben. De tehát, hogy mi egy ilyen pozitív megközelítésben gondolkodunk, mert azt feltételezzük, hogy az emberek jelentős része békében és többé-kevésbé kiegyensúlyozottan szeret élni. Nagyon kicsi a népességnek az a hányada, amelyik mondjuk elvetemült gonosztevőkből áll. Nem gondoljuk, hogy egy ilyen non-profit szervezet, vagy akár az önkormányzat különböző intézményei arra kellene, hogy szakosodjanak, hogy ezekre a kis létszámú, ám de nehezen kezelhető emberek nevelésével foglalkozzanak. Sokkal szélesebb körű feladat az, hogy az átlagosan, normálisan élő és normálisan gondolkodó, néha egy kicsit elkeseredett, néha egy kicsit türelmetlen, néha egy kicsit vitatkozó, veszekedő, ám de egészséges emberek közösségét építsék, és ezeket támogassák, ilyen segítséget nyújtsanak. Úgyhogy mi is ehhez szeretnénk a mi eszközeinkkel, képzésekkel és különféle programokkal hozzájárulni ahhoz, hogy az intézményben dolgozók, vagy a civil szervezetben dolgozók, vagy netalántán önkéntesként tevékenykedő emberek hatékonyan tudjanak beavatkozni egy ilyen békés, barátságos környezet kialakítása érdekében. Említett programokat az imént, mit jelentenek konkrétan ezek? A pályázat része például egy most a napokban induló rajzpályázat, amit 10-15 éves gyerekeknek írunk ki. Gödöllő, Issaszeg és Csömör iskoláinak tanulói, ezek a megfelelő korú gyerekek nyújthatnak be bármilyen technikával készült, mondjuk azt, hogy képzőművészeti alkotásokat, aminek a témája pont azokra a kérdésekre vonatkozik, amiről az előbb beszéltem, hogy a gyerekek próbálják meg lerajzolni, lefesteni, montázsokat készíteni, hogy hol érzik jól magukat, kik azok az emberek, mi az a környezet, amelyik a számukra megfelelő, hogyha ők mennyiben tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy az a közösség, ahol élnek, akár a család, akár az iskola, akár a lakótelep, hogy ott kellemes kultúrát és hasznos, értelmes tevékenységet folytassanak. Tehát egy kicsit itt is egy ilyen pozitív megközelítésű rajzpályázatot indítunk. Az első három helyezett véleményem szerint értékes jutalomban részesül, de azért igyekszünk minden közreműködőt valami kis csekéséggel honorálni, hiszen az nagy szónak tartjuk, hogyha valaki vállalkozik egy ilyen pályázaton való részvételre. Jövő év elején tervezünk egy 5 filmből álló, hát nevezzük így filmklubot, ami olyan közösségi problémákkal foglalkozik, amelyek nagyon hasonlatosak ahhoz, amivel itt nap mint nap szintén lehet találkozni. Ezek a filmklubok egy-egy játékfilm levetítését jelentik majd, illetve a filmvetítés után
szakember vezetésével meg lehet beszélni a benyomásokat, véleményeket lehet cserélni, nem csak filmesztétikai szempontból, hanem társadalmi, közösségi megközelítésből is. A képzéseink azok számosak. Most egy kicsit bajban vagyunk, mert annyira megváltozott az iskolákban dolgozó pedagógusok leterheltsége, hogy gyakorlatilag például az ő részvételük igencsak korlátozottá vált, de ugyanaz elmondható a szociális területen dolgozó leterhelt kollégák ról is. Ellenben nem csak szakembereknek szólnak ezek a képzések, hanem bárkinek, akit valamilyen szempontból érdekelnek azok a programok, amiket meghirdetünk. Egyébként ezekről részletesen lehet tájékozódni a www.nelegyéláldozat.hu című honlapon, de igyekszünk a regionális tévébe is elhelyezni most már a jövőben a hirdetéseinket. Idáig a helyi lapokban hirdettünk, a Művészetek Háza ad otthont egyébként a képzéseknek, és a Művészetek Háza programfüzetében is igyekszünk aktuális programokról tájékoztatni az itt élő embereket. Ez az előadás és programsorozat elméletileg tavasszal lezárul. A mi programunk egyébként jövő májusban zárulna. Mi igyekszünk néhány hónapos hosszabbítást elérni, pontosan azért, hogy minél több ember tudjunk addig is elérni, minél többen szerezzenek tudomást ezekről a kezdeményezésekről. Ami például, ugye itt nem csak a lakosságot érinti, hanem az olyan típusú szakembereket is, mint például a rendőrség. Tehát a rendőrség is üdvözölte ezt a kezdeményezést, és a rendőrökkel folytatott egy munka, egy másik támogatópályázatban kidolgozott e-learning program megismertetése remélhetőleg hozzájárul majd egy ilyen sokkal barátságosabb rendőr és lakosság viszony kialakításához, illetve hát úgy hallottuk, hogy ez a viszony nem rossz, csak ráfér egy kis javítgatás, és ebben mi igyekszünk segítséget nyújtani. Az előadás és programsorozat a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület tevékenységének köszönhetően jöhetett létre. Az egyesület elsődleges célja az, hogy a gyerekek jogait érvényesíteni lehessen. Ez Magyarországon kötelező feladat lenne, hiszen Magyarország 1991-ben ratifikált az ENSZ gyermekjogi egyezményét, és így minden megszületett magyar gyereket megilletne az a jog, hogy a teljes potenciálját kifuthassa, hogy megfelelően fejlődhessen, és minden lehetőséget megkapjon ahhoz, hogy egy boldog gyerekkort követően egészséges felnőtté váljék. A Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület pályázatával nyerte el a támogatást az Európai Uniós finanszírozású Ne Légy Áldozat támapos projekt megvalósítására. És ennek keretében itt a gödöllői kistérségben azon dolgozunk, hogy részben a gyerekek, részben a velük dolgozó szakemberek, illetve más a felnőtt lakosság körében is segítsünk abban, hogy elkerülhetővé, megelőzhetővé válik az áldozattá válás, illetve ha valaki áldozattá vált, akkor megfelelő segítséget kapjon ahhoz, hogy feldolgozza a vele történteket, és ideális esetben azokkal is dolgoznunk kellene, akik az erőszakot vagy a bajt okozták. Ugye az úgynevezett jóvátételi konferencia módszere, amikor a tettes meg az áldozat leül együtt, ha jól tudom. Hát többféle ilyen technika van. Van ugye olyan technika, amelyet úgy hívunk, hogy helyreállító igazságszolgáltatás, ez a magyar jogrend része. Ennek a lényege az valóban, hogy a tettest és az áldozatot, de nem csak őket, hanem az ő segítőiket is összeültetjük, és megfelelően felkészült facilitátor segít nekik abban, hogy hát felidézzék a történteket, és valamilyen módon a tettes megfelelő módon kompenzálja az áldozatot. Tehát ne csak a büntető igazságszolgáltatáson keresztül kapjon büntetést, az emberek általában ezt szeretik, ugye, látni, hogy valakit nagyon szigorúan megbüntetnek, és nem tudják,
hogy az áldozattal való szembesülés, nem csak a tárgyalóteremben, hanem ilyen informális körülmények között, amikor az áldozat fájdalmával, veszteségeivel, kárával szembesülni kell, illetve az áldozat elmondja, hogy milyen módon lehetne jóvá tenni a neki okozott kárt, hogy a sokkal hatékonyabb, mint mondjuk a börtönbüntetés. És itt nem csak arra gondolok, hogy a pénzügybeni kárt megfizeti, hanem például azt az érzelmi kárt, ami őt érte. Mediátori, közvetítői szerepet, annak képzését is támogatja az Egyesület. Igen, nagyon régen az elsők között kezdtünk Magyarországon mediátorokat, illetve különféle ilyen körmodellekhez szükséges szakembereket képezni. Ennek az a lényege, hogy olyan szakemberek vegyenek részt ebben a munkában, akik ismerik a szakmai fortélyokat, és ugyanakkor affinitást éreznek az iránt, hogy terjesszék ezt a gyakorlatot, és meggyőzzék a magyar lakosságot arról, hogy nem csak az igazságszolgáltatásnak, hanem nekik maguknak is van lehetőségük és módjuk segíteni. Szerintem valaki áldozattá válik, akkor ugye van egy lelki, szociális, pszichológiai segítségnyújtási folyamat is. Természetesen azt is jelenti, hát kibeszéli a fájdalmát, szembesülhet azzal, aki őt bántotta, és természetesen igényt tarthat arra, hogy valamilyen módon jóvá tegyék minden értelemben azt, ami történt. Ez sajnos a hagyományos igazságszolgáltatásban nem történik meg. A Ne légy áldozat program keretében többnapos, ingyenes, konfliktuskezelési, úgynevezett facilitátori képzésen lehet részt venni Gödöllőn, és egy önérvényesítő kommunikációs technikákkal megismertető tréningen is.